Szervusztok! Sziasztok! Itt vagyunk. Néha játszunk. Közben eszembe jutott, hogy... Hogy folytatásra elnyomunk. Azt mondja, hogy a mentést a folytatás. Yes, persze. Szóval belépünk, és toljuk itt kérem szépen a sárkányvadászatot. Settingsbe azért jövünk, hogy az audiót azt ugye lejjebb vesszük egy kicsikét, hogy ne legyen ez ne zavaró hangerőnk, az minden esetben szépen hallható legyen, amint itt rátolunk. Úgy de csönd van. Nincs hangos zene most a háttérben. Reméljük, hogy így most jó lesz minden. Nézzük akkor. Halkan itt mászkodok. Várjatok, hogy nem volt csajjal. Csajjal volt itt, igen, hogy ő elvisz minket valami küldetésre. This way. Na jó, figyelj. Mutasd meg merre, és akkor majd... Ám, adjuk oda neki, jó? Ha pontosan rendesek vagyunk, nem szórakozunk itten, gyerekek. He wanted me to think Fandahl wrote this? Thank you for telling me the truth. Could you talk to Fandahl as well? I'm sure he'll want to thank you for standing up for him. Until next time. Okay, hát akkor ezt így most lerendeztük. Most az baj, nem figyeltem egyébként. I wonder why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Lucan found the claw about a year after he opened the store. He never quite explained where he got it. He's a tricky one. This way. Jó, de merre? Merre van az a this way? Értem. Most akkor ő jön utánunk, és egyébként megmutatja a célt. Várjál, nem. Itt tudunk. Journey. Másikom. Jártam. Mindig. Az aranykarom, azt mondja. Zorcsúhadag is sírdomban található banditákra voltak el. Szerezd meg az aranykarmot ott. Ha! Kitűzhettem a térképre. Most oda vezet minket. A hegyre vezet ösvényért. Oké. Hát el fogok menni, figyelj oda, jó? Ígérem. De előbb most azért visszamennék körbenézni. Gyűjtsük már be az összes lehetőséget, amit a városban van.
Igen. Hol óriás fogadó. Megyünk a fogadóba. What are you staring at? Beszélj. What do you want? Te ahogy is. Visszal a számlámra. We got rooms and food. Drink too. I cook. Ain't much else to tell. Majd mindjárt mondtuk. Need a room? Talk to Delphine. Looking to blow yourself up? I hear that's what magic does to you. There's a college in Winterhold that teaches magic. Unless that blew up too. Be a lot safer just to have the Jarl's wizard teach you a thing or two. A boy up in Windhelm, name of Aventus Aretino, been trying to contact the Dark Brotherhood. Ez valami újat jelentett. Have you seen that shrine of Azura? They say the Dark Elves built it after they fled from Morrowind. Sight to see. Ez most kettő plusz küldetést adtak nekem, gondolom. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. Térkép frissítve. Kerülnek föl a jelek a térképre, én meg mániákus térképpucoló vagyok. Nobody trusts those mages way up north at their college. Gods only know what they do up there. Word is, Ulfric Stormcloak escaped from the Imperials. War's only gonna get worse now. We've got something of a love triangle here in Riverwood. Feindel and Sven, both vying for Camilla's affections. Igen, ezzel már találkoztunk. Long as you clean up, you know how to use it, right? Mix a couple of ingredients together, see what happens. A little wheat and blisterwort makes a healing potion, if you didn't know. We have plenty of ingredients for sale, too. We've got something of a love triangle here in Riverwood. Mm-hmm. Feindel, take a look. Na nézzünk körül. Ételt, meg hozzávalókat lehet itt. Jó. Akkor szerintem tőle távozhatunk. Nem akarunk lopni, az nem a mi asztalunk. You're that visitor been poking around. Nem word is, Ulfric Stormcloak escaped from the Imperials. War is only going to get worse now. Gyors. Kulcs szükséges, úgyhogy ezt nem nyitjuk ki. Visszamegyünk egy... Pindurkát. Oké. Ezek meg olyan általános. Aha. Feladatok. Ez volt a bejárat. Meg is bejöhettünk volna, úgy nézem, a faluba.
Hoppá. A másik irányba próbálkozom. Várjál! Ideig forog. Nem jó! Milyen kutya ugasz? Szia kutyus! Hát te... Így tácsorog, és ezért nekem így kellett bejönni. Feltörve. Nem panaszkodtak rá. Kecskebőr. Lányruha, tehénbőr. Jó, hát ezekre nincs szükség. Gardróbó. Várjál, az ott egy olvasás volt. Jó, hát ez egy szomorú történet. Sajt. De erre nem problémázzuk senki, úgyhogy... Éj, a faszi hova tűn? Az előbb még itt ült. Ja, hát jött ide. Na, hellóka. I told you my sister would help us out. Na, kérdezzük meg, ja. What? Oh, hardly. I don't think even Ulfric could pull a dragon out of his pocket. Lucky for us it attacked when it did, eh? I wasn't looking forward to getting a shave from the Imperial headsman. Hát arra én sem vágytam. Arra aztán főleg nem. Na kérdezzük, mi akartak kivégezni. You don't know? That was Ulfric Stormcloak himself. Oh, right. They said you were captured crossing the border. Still, I'm surprised you haven't heard of Ulfric. He's our leader. The leader of the Stormcloaks. Okay. Próbálunk. Kik azok? Surely, even down in Cyrodiil, people have heard news of the war in Skyrim. The Nords are tired of spending our blood fighting the Empire's wars, and paying for the Empire's decadence with our taxes. Ulfric is our rightful High King. He's leading the fight to drive the Empire out of Skyrim. Akkor egy ilyen nagy emberre voltunk összezárva egy kocsin. I was assigned to Ulfric's guard. We were on our way to Darkwater Crossing. South of Eastmarch. The Imperials were waiting for us. As pretty an ambush as I ever saw. We were outnumbered. Ulfric ordered us to stop fighting. Didn't want us all to die for nothing, I guess. I thought they were taking us south to Cyrodiil. Parade us in front of the Emperor. But then, we stopped in Helgen. Ez túl egyszerűnek tűnik. Miért mondta, hogy adjuk, gyártok föl?
Just head north. Can't miss it. It's the capital of Whiterun Hold. Jarl Balgruuf still hasn't declared to one side or the other. So at least you won't run into any Imperials along the way. Teljesen szabadulról megy tovább széltetőre, jó van. A new face, and the right ugly one at that. Hát jó, kicsit gyíkarcunk van. Got business here in Riverwood, eh? There are worse villages. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. And by supplies, I suppose you mean weapons. Felébresztettük a csajt, azt hiszem. De azért válaszol készségesen. He's our blacksmith. It's my mill. Some folks think it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. Cross the river and then head north. You'll see Whiterun on its hill as you pass the falls. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there is anything else you need, just let me know. Take a gift. Milyen gift? Kétkezős támadás, az sajnos engem nem tud érdekelni. A kétkezős támadás, az nem az én világom. És mi maradjunk a... Jó, hogy ezt mind... Mind begyűjtetem. Cuki vagy, ezt mind tőle kaptuk. For all of us here. Na mit? The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Jó, Elvis. Persze, megmondjuk. Na? So you saw a dragon, did you? Tell me, what was it like? As big as a house? Maradjunk ennyiben, ne hozzuk rá a frászt. That would be a sight to see. Not that I actually want to see one, understand. I hope that dragon stays far away from here. Elég közel volt. Got business here in Riverwood, eh? There are worse villages. I've got enough to worry about taking care of my family. I don't concern myself with such matters. I've got enough to worry about taking care of my... At least the damned war has gotten. Ugyanazt hajtogatja, szóval maradjon ki belőle, azt ösztönzi. Menjünk akkor csak szépen ki, még körbenézünk itt a városba. Ezt átugrottuk. Riverwood's agreeable enough, I suppose. Fendel. For a Nord village. There's beauty here unmatched in all of Skyrim, to be sure. I appreciate your help. Please, take this. Some gold I've saved up from working at the mill. Kérjük meg, hogy kövessen. Till next time. Nem, most még nem kérjük, hogy kövessen. Ja, már most ő elment. De ilyenkor nem jó.
azt beállítom, és akkor utána. Az állítás képesség. Az... Hoppá, level up! Sebzés keveset, ezzel nem megyek sokra. Vadászi. Az ilyet azt elvettük. Most azt szeretném, igen, megnézni, hogy fegyverek terén hosszúi, az csak 6-ost, úgyhogy ezt itt leszedhetjük, igen. Érdekes, hogy a sisak, az lopástok minősül. Buzogány. Jó, ezt szerintem már olvastuk. Igen. Jó, tehát igen, azt mondja, bevándorló, sötét elfek, menjenek és illeszkedjenek be. Az ott működő. Nem mindegy persze, hogy milyen maga a város alapjai. Ez azt jelenti. Érdekes, hogy mi számít. Mi számít lopástok, mi meg nem. Ugye? Jégvédő, ezt elolvastam a jégvédőercöket, erre emlékszem. Mekkora koponya van ott. Troll koponya. Na jó, menjünk ki, mielőtt megkérdezi, hogy mit keresünk itt a házába. Csak úgy. Éneké vagy. Ez az itt a másik bejárat. Ott jöttünk be szerintem. You're nothing but trouble. Mi vagy? Like a traveler. Someone that has seen far away places. Truly. So maybe my mother isn't crazy after all. Ja, nem tetszik, hogy... He needs to know about this. I'd better get going. Menjél is csak, menjél csak, menjél csak. Ide is bejutottunk. Immár. Ezek most záró voltak, de azért mi itten bemerészkedtünk. Vaskardok, de ez itt mind lopásnak minősül. Ha elemeljük, nem akarunk elemelni semmit. Viszont gyakorlatilag jó volt, hiszen attól fejlődgetnek a dolgaink, ugye? Hogyha... Ha használjuk. Mert ez egy olyan játék. Hildétől.
It's my boy Sven you need to listen to. He sings at the inn most every night. Sven has the voice of a snowlark. Only good thing he got from his father. My boy fancies that Camilla Valerius. She'll come around soon. Hát nem sok mindent tartok tőle. Miután már tudja az igazságot. De ez egy malom. Használjuk. Ezt hogy lehet használni? Wow! Ah, még jó, hogy nem dőlt ránk. Igen. Már van egy. Jó, oké. Most be kéne indítani, akkor... Ja, ott a látom. Ott, és hogyha ezt használjuk a kart. Na nézzük csak. Leereszkedik. Beindult a fűrész. Fűrészelünk. Ja, azt tolta előre. Aha. És akkor most csak így ingyen használtuk, mi? Lehetne ez akár... Ja, értem, onnan megfogjuk. Most ide visszarakott minket. Igazán, lehet, hogy ezt föl lehet venni valahol feladatként. Pénzkeresetként, és akkor itt el lehet... izgatni. Gondolom. Ó, köszörük ő. Szükséges acélöntecs. Jó, kiválasztom. De ezt nem tudja megcsinálni, mert készít. Nem rendelkezem mindenféle összetevővel. Aha. Értem. De itt magunk is tudjuk fejleszteni a felszerelést. Igen, azt látom, hogy valak dolgot lehet művelni, amit csak szeretnénk. Kezd följönni a nap. Nyissunk be valakihez. Na, hello, beszéljünk. Kis szab, itt mindenki szakállas. Gerda's family first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. I see no harm in it, if you have the skill. The grindstone will improve your weapons. Use the table to improve your armor. If you've got the raw materials, you can use the forge to make something new. Köszi. Milyen rendes, nem? Használjuk. Oké.
felesége. Alvar and I, we got a daughter, little Dorothy. Ő lenne az? My girl likes to work the forge with her papa. Szeretsz a pápa dolgozni? Too friendly with strangers, but you seem all right. My father is tök rendes vagyok, hidd el nekem. I'm his assistant. I mean apprentice. Cuki gyerek vagy. Becsülöd és szereted apádat, ez jó dolog. Nem lopunk, itt nem. Itt nem lopunk. Még rendes emberektől nem lopunk. Rendes gyíkok vagyunk mi. Oké. Örülök, hogy el tudod készíteni. Jó, ott jöttünk meg itt. Trader, igen, itt voltunk bent. Aha, én. Itt a táblákon kell elolvasni, hogy hol mi van. Most az a szitu, hogy akár még meg is lehetnénk. Mert ugye itt találtunk egy parásszilánkbányát, meg őrkövek, zort zuhatagi sírdomb, és ide kellene eljutnunk. Egyszer. Beszélj, fehér vágta. Oké. Itt találtuk ezt a bányát. Azt mondtuk, ide vissza. Oda elhelyeztetünk egy jelzőt. ...128, tehát most egészen jól vagyunk. Menjünk visszafelé. I'm glad to help any way I can. You look like a traveler. Someone that has seen far away places. Mi van, most már hirtelen már elfelejtette, ki vagyok? Sokat kell itt gyalogolni. Futni nem lehet? Dehogy nem, így tudok futni. És a zöld az az erőlétem, igaz? Oké. Szerzünk egy kis erőlétet. Lehet, hogy elkerültem. Annyira fölfele igyekeztem, és ez nem volt ennyire fölül a bánya. De jó az irány. Hopp, itt lehet fölmenni, itt voltak ezek a lépcsők. Azaz, azaz. Hopsz, ezt fölöktük. Durván fölöktük. Végeztem, írha pajzs, írha vé, vézé, vért. A vértet azt lehet, hogy elvisszük.
50-et érezi, az 50 az nem egy olyan rossz. Meg a vaskardját. Most 25 se olyan rossz, cipő marad. Aha. Hát az arany az jöhet. Levetköztettük őket. Nézzük, van finomat főztök. Fazék üres. Jó. Egyébként tudunk-e úszni? Tudunk, hát. Tudunk úszni, tehát bele végül is gyíkok vagyunk, vagy-e? Semmi titkos. Nem tudunk le. Itt nem tudunk le. Jó, akkor kimegyünk. Kicsit megáztattuk magunkat. Erre óvatosan, fölfelé. Másik részre. Aktiváljuk már. Hoppá, hoppá. Az a másik út. Bor az jöhet. Kis... Ó, az anyád! Tag. Na, jó van. Tolvaj kulcsok azok jöhetek. Szegecselt páncélunkkal. Mert ezt rögtön meg is tudom enni, mi? A toldalt látom a... Adjuk már meg. Egy kis pia. Nézelődő. Nem vettem észre, hogy föl... Tehát, hogy ide értek. De akkor arra elmehetünk egyébként. Itt jöttünk be. Ó, ez erre lefele. Csak egy csúnya csont itt rejteget, meg egy légyölő galócát, senki mást. Viszont itt leeresztettük az... hidat, úgyhogy elmehetünk erre. Ezért csak óvatosan ebbe a bányába. Ops, igen. Ott van egy nagy láda. Azért úgy mondom, hogy úgy azért mi itten kemény fickók vagyunk. Elég durván benyomtuk neki.
Nyaklánc, ez is gyűrű. Jól van. Elvesz. Varázskönyv, tisztálátás. Hát ezt elvettük, na nehogy elvesszük. Ez is csak egy... csak egy cella. Fúgy! Jó sötét van errefelé. Várj, ezért szerint ezt elveszük, abból biztos van arany. Hoppá! Már jár. Ups, maradjunk itt a fal mellett. Oké. Okay. Hoppá! Ez egy jól időzített szurkálás volt. Egykezes, 21-es szintre nőtt. Azt hiszem, az egykezest azt azért nyomjuk rendesen. Ez egy nő volt. Már csak a fenék formájából is látszott. Oké, okay. Az a gyorsan kell menni. Igen. Hoppá. Bocs. Azokat elveszem. Szegecs páncél. Vadász éj. Azt mondja, túl sokat ciperünk. Ez most megugrott. Az annyira nem tűnik nekem értékesnek a többihez képest, úgyhogy ezt én kidobom. Nézzük végig az asztalt. Ez nem olyan értékes bor. Puty. Várj, itt a csajszi mögött volt egy... Mani az jöhet. Mani, 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 mani. Mit találunk benne? Egy kis lisztet. Nem mehetünk sütni, főzni. Láda. Oly, és még krána. Itt egy tolvajkulcs. Az is jöhet. Ezek nagyon is jöhetnek, mert be...
be tudunk vele, ezt megesszük, jó? Bár maximum van az... Szállít egy életpontot. Nagyon jó regenerálódó képességünk van egyébként. Észrevetted? Hát, hogy ez egy ígletünkből fakad? Nézzünk le oda a lenti részre is azért. Mondjuk mit is lehetne itt horgászni most őszintén? Egy ilyen barlangi tóban. Könnyű páncél kovácsolás, volume 7. Ops, kovácsolás 16-os szintre nőtt. Megéri olvasni, gyerekek, mindig is mondtuk, megéri olvasni. Üvegpáncél, aha, zöldös üveg, messzerős. Aha. Célszerű olyanokat összeszedegeti? Nem fémes előbbá írhavér bőr és pikkely páncélom. Szabónak, mint kovácsnak. Igen, hát azt gondolom, hiszen nem fémből készült. Holtkövért a kulcs. Sós vízben kell megedzeni a fémet. Az a zerf páncélhoz. Trükkösebb az üveg. Akkor mi most fejlődtünk? Pallós. Az nehéz, nem viszem magammal. Szerinted mit lehet itt csinálni? A páncélokat. Acélöntöcs kellene, de ugye nekünk olyan nincs. És hogyha most... Bőr, de milyen bőr? Szegecses páncélos. Ezen gondolkodok egyébként. Vasöntecs. Ez is az kell. De ugye nincs vasöntecsünk. Elkalapálgattunk. De itt van vasöntecsünk. Hopszaj. Na várja csak. Mi van? Aha! A szürkékhez levő dolgokhoz nincsen mit. Hát
jól sejtem, ezek mehetnek. Vasöntöcs 2, bőrbőrbő. Acélöntöcs, aha, az szegecs. Igen. Én fejleszteni akarom ezt a tárgyat, apukám. Na, várjál! Menjünk csak föl, ott a... Aha, ilyenkor azért van egy kis térképünk, csak... Hát ez olyan térkép, amilyen térkép. Nem, megtisztítva azt mutatja. Érdekes. Na várjál. Igen, itt csak túl visszamentünk. Ruházat meg akarom nézni. Szegecspáncél kitűnő. Ez egyébként a jelenleginél egyel jobb. És... De ezt még nem tudtam, a birodalmi páncélt, most nem azért. De mindegy, hát teljesen jó lesz ez nekünk. Hát ezt hiszem fel, az kész. Ha már kovácsoltuk. Igen, nem a birodalom, de ez csak ez a 35 a súlya. Ennek meg csak 6. Azért nem mindegy, mi van rajtunk. Kovács tűzhely. Építési anyagok. Sarok vagy szőeki, hogy ezeket lehet összehozni. De vasöntecsből van náluk vas. Hát, jó, hogy kovácsoljuk ezeket, de egyébként még... Írhatjuk lóvédőből. Kivert kutya. Jelen pillanatban, ahogy elnézem, építési anyagokat tudnánk csinálni. Hagylóbogár, sisak. Jó, hát ha valaki erre ezeket a recepteket meg tudná jegyezni. Mindegy, szóval úgy lesz, hogy majd így megyünk, és akkor ha eszünkbe jut, akkor majd csinálunk valamit. Na nézzünk. Nézd csak meg, ott. Na oda le is tudunk jutni vajon? Ez egy kijárat lesz. És meg akarom nézni, mi van erre lefele, mert az ilyen. Tartó aktivál, nem aktivál. Itt volt egy... Aha, ide jutottunk vissza. Jaj, de oda mehetünk, mert ott volt egy... van egy láda. Oké. Innen látom, csak onnan akkor nem láttam, mert nagy ügyesen mögéje ugrottunk. Erszény. Hoppá! Pont egy kicsit volt arrébb elforgatva, de mindegy, túl sok tárgyat cipelünk anyót. Jaj, nem.
Mindig ez a túl sok tárgy, mindig ez a túl sok tárgy. Na, melyik az, amelyik legkevésbé? Tizenöt. Hát, figyelj, ezt én ne dobom. Jó. És akkor utána el kell adogatni ezeket. Visszamegyünk és eladogatunk mindent. A faluban. Meg lesz a kijárat, mert itt kijutunk. Csak valahol magasan. Máshol. Tovább. Hoppa, azaz ki. Kint vagyunk. Ott a város, ott a falu. Itt találtuk ezt a titkos kijáratot. Aha. Menjünk most le, aztán adjunk el mindent, az a legegyszerűbb. Kutyi-mutyit szövegel. Igen, ez ott a vadászházikó. És akkor itt lesz a kereskedő. Emlékeim szerint ez az. Ez az. Na hát elmentünk oda, ahol az előbb voltunk, és akkor... Na de jó, de hol van a kereskedő? Csókolom! Van itt valaki? Halló! Na már fölfigyelt. Figyelj, szeretni. Nézzünk körül. Jó. Figyelj, arra gondoltam, hogy így ezeket én itt így eladnám neked. Erre nincs szükségem. Oké. Okay. Beszéd készség 16-os szintről. Hű. Acélbuzogányt is eladom. Azért tudod-e, hogy nem számított be őket olyan szép áron, mint... Most megtartjuk. Az mehet. Ebből se kell szerintem kettő, mert minek két vadász így nálunk. Csatabárd. Vajs buzogány. 9-es vaskarcsa kell, akkor már azok csak 8-osok. Az meg jól jöhet, hogyha íjazni szeretnénk. Szupi. Na jöhetnek a ruhák. Akkor az értéke 120 valamennyi. És ő megveszi 32-ért. Hát kereskedő a javából. Az ez még ha egyszer majd. Ezt viszont föl kéne vennem, már ne haragudjatok. Egyszerűbb egészség nyaklánca. Növeli az egészségünket. Ez a sima egyszerű ezüst gyűrű, ezzel mit kezdjünk. Jó. Azt látom, hogy mindent. Tehát amit kiír a játék, azt ők... Hát nem is tudom. Ez 50-es volt, nem? Negyed annyiért veszi meg. Fia, ami rajtam van, az most jobb. Akkor eladjuk. Minek tartogatnám? Ez még jól jöhet. Egyelőre azt nem piszkálnám.
Azt még nem adjuk el. Lehet, hogy azokat egyébként... Ezek meg... Hozzák le... Nem, az egyébek szerintem az, amit teljesen arra van, hogy... Nem, mert itt vannak a vasöntecsek is. Tehát, hogy ezek hozzávalók is lehetnek. Oké. Akkor nézzük csak meg, mi van a könyvekből. Ilyen. Új varázslatot tanultál. Reed, na. Csendes holdak tábor. Oké. Akkor ilyen pillanatban nagyon könnyűek vagyunk. És a nyaklánc, a nyakit, azt ad csak nekem, hol van a ruházat, ugye? És azt mondtuk, hogy... Ezt fölvetjük. Fölvehetjük, bár egyelőre nem lesz foganatja. Mert hogy nincs. És várja, itt most volt, hogy level-up. Ki kell választanod, hogy egészségedet, a varázsodődöt, vagy az előlétedet növeled. Új perkedel. De akár későbbre is halasztod a levelődöt is. A választható szerzeményeket világos szín mutatja. Ha már pedig mi szintet léptünk ott. Aha. 60-120. Nyomjunk egyet ide. Megneveljük a varázserőt. Settenkedés. Várj, itt. Szintet léptünk, és akkor vannak itt perkek, amiket... Úristen, gyerekek! Annyi van, hogy én nem... Ennyit... Jézus, atyám! Kell nekem dönteni? De most komolyan? Zárnyitás 26. Szükséges 25 könnyű zára. De ezt nem tudom. Amikor tudjátok, annyival, hogy a bőség zavarában nem tudom, és kellene választanunk. Hát gyerekek, hiszen ez nem egy akciójáték, ez egy szerepjáték.
Jó, aha. Jó, menjünk az árnyításba, abban kezdjük úgy, hogy könnyebben kinyissunk. Igen, és ilyenkor, ha ott fényesen világít, az a csillag. Oké. Ez vissza. Menjünk a magicba. Oké. Igen, ezek jönnek a dolgainkból. Aha. Jó, azt megtanultuk, és akkor ott van. Tehát elméletileg átválthatok arra a mágiára. De most nem akarok átváltani. Hanem igazán most menni akarok. Hát ez aztán mindenfelé mutat. Hát körbe lehet nézni a vízesés túloldalán. Menjünk akkor arra fölfelé. Jó, kezdem érteni, hogy másokat mi fogott meg ebbe a játékba. Egyelőre. Mert hogy... Már hogy például, igen, tehát hogy... Úgy szép is, meg nem is. Látszik azért, hogy nem ma készült. Hogy csak az anyád? Azt az farkas mindeni. Az ez gondolom a város. De mielőbb elvégezzük ezt a küldetést, jó? Valahol itt fölfelé föl lehet jutni, ugye? Arról volt szó. Kövessük az ösvényt föl. A kis falu oldalánt, onnan jöttünk. Jaj, merre? Mi van itt? Ilyen furcsa kövek. Ez itt egy erődítmény lesz. Ahhoz képest, hogy gyíkok vagyunk, igazán nem fázunk. Van valaki. Ott valaki más valaki. Fú, erre nagyon fagyos. Na majd elnézzünk oda is. Itt a vihar. This is a surprise.
Vadia. Vadia. Azt szedjük már le. Az egy elf volt. Jó, hát ezt a... Nézzük, van-e ilyesmit érdemes esetleg visszavinni. Vaspáncél. Hoppá. Vas, csak ezek rosszabb minőségűek, mint amik rajtunk vannak. A súlyuk is van sajnos. Ez jobban megéri. Csizmát rajta hagyjuk. Benézzünk itt az épületbe. Szék. Na. Megfáradt vándor lepihen itt a sarokba. Nézelődünk. Csak fel. Oaj, ott van a kis gyíkfejünk. Erszény, ide le. Egészségesen élünk. Krumpli. Vigyünk magunkkal egy kis krumplit. Mondom, a lámpás azért lehet érdekes, hogyha magunkkal visszük. A sötét helyeken majd világi. Nagy láda. A sarc pöröly. Nem, itt. Nem azért. Azok a sírdomban vannak, nem itt. Oké, és... Ez csak egy ilyen... előtorony volt. Már tele vannak a cuccaink. Tudunk-e valahol úgy lemenni, hogy ez ne gyorsan átjussunk a túloldalra? De ne sérüljünk annyira. Ha visszaviszem, azt eladom inkább. Itt lecsúsztunk a hegyoldalon. Ott a falu. Várjál csak. Gyorsan átértünk. Sötétedik. Merre járta? Divine smile on you, friend. Riverwood's agreeable enough, I suppose, for a Nord village.
Várjátok, tudom mi? Maybe you've already met Camilla Villa. Lead the way. Azt mondja, hogy mutassam az utat. Jó. Előbb csináljuk azt, hogy eladogatom itt a dolgokat. Ha már visszajöttünk. The sooner you take a look. Ki fog fogyni a csákoka. Már csak 418 aranya van. Oké. Igen, ezt eladjuk. Hát az nagyon jó, hogy ettől ez nőtt. És ettől valamit még szintet léptünk. Szegecsös páncél, gyerekek. Ez itt van nekünk, ez nem kell. Azt nem tudom. Birodalmi csizmű 8, az meg. Tudom, mit nem tudunk? Igen, azt kéne, hogy ne fogyasszunk alkohol. Tehát, hogy kit érdekel, hogy nézünk ki. Az sem biztos, hogy egyébként jó lenne, hogyha mi vasítjak. Ez mehet. Vaspáncél, oké. Ez egy vaspajzs, ami 12-es vaskesztyű. Na mi van, hogyha ez 5-ös és a birodalmi kesztyű? Csizma csuklóvédő. Az egyelő a csuklóvédővel. 11-11, de az 4. Úgyhogy ez nem, ez meg 6-os. Viszont ez könnyebb. Úgyhogy a csizmát alkalmazzuk. Az írhapajzsot meg eladhatjuk. Nem kell, hogy itt húzza a hátizsákunk tartalmát. Persze. Na. All right then. Don't let my sister do trinkets, odds and ends, that sort of thing. Árulni azt apám tudsz. Ocelotecs. Azt hiszem, hogy van-e valami ugye, amihez vasért, vasöntecs. A karthoz kellene acélöntecs, az... És ezt mennyiért árulta? 62-ért a kis üzéke. Na jó. Egyelőre még bírja a kardunk, tehát nem... Nem kell rögtön. Igen, ez volt a nehezebb, ezt megtartjuk, vaspáncélt pedig eladjuk, nem kell az nekünk, meg a vassisak sem. Szuper! És akkor azt hiszem, hogy megint megszabadultunk egy csomó súlytól, de nem elégtől. Ja, vaspajzsboltól 2 van. Na figyelj, hát abból egyet legalább nyomjunk már el. Egyetlen fogjuk most azokat használni? Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy meg akarjuk-e tartani. Szoknom kell ezt a menüt, gyerekek. Szoknom kell, hogy visszalépés van, és nem B-vel kilépünk.
Egyet biztos, hogy eladható. Csákonak nem sok aranya maradt most már. Mara bless you for agreeing to help us. You're a strapping young man. Don't be a stranger. You're not from around here. That makes two of us. I came here from the Imperial Province to work with my brother Lucan. It got bad back in Cyrodiil. The war with the Thalmor ruined. Hogy elkezdett nekünk udvarolni? Mondhatom, szeret egy gyilkosítani. Na, most akkor menjünk vissza. Fölfelé. Fölfelé. Na, szóval ott vagyunk, hogy itt vagyunk másfél órája lassan. És el lehet itt kalandozni, basszus. És még semmit nem csináltunk. Menjünk föl a hegyekre ismét. Kérdés az az, hogy igen, mennyire akarunk pénzt szerezni, és mennyire... Az egy üres farkas, persze, mert levágtuk. Az az idoda mászkálás, mennyire fontos nekünk, mennyire kell a pénz ebbe a játékba. Súlya van, nagyon súlyos dolga van. Szóval, hogy megéri ez a pár 10-20 aranyért ennyit futkározni. Ott voltunk. Ezek a jelzőkövet, mert megyünk tovább, és szerintem úgy is megtaláljuk. Jó lesz, hogyha fölkészülünk, azért bármi történhet. Arra lefele is vezet egy ösvény. Ha jól látom. Vagy meg kiállni ide a szikla. Aha. Sírboltot felfedeztük. Arra lent van a nagy... völgy. Ott valami erődítmény van, meg arra felé is. Mászkálna. Hoppá! Oké. Jó. Vasili, a tolvajkulcs. Egyelőre nem jelentenek ezek akkora veszélyt ám. És nem tudom, hogy
mert szerintem középső nehézségre állítottuk a játékot, tehát nem. Hoppa. Az arra szolgál, hogy innen lehetnek kiönteni. Az ott, hogy épül a házikó. Szóval, hogy innen így ki lehetne önteni a forró ulmot. Ezt azért ma megnézem, gyerekek. Gameplay. Igen, surviving mód. Az az, hogy éhezünk. Adapt Expert Master legendeli. Középső Expert Szakmester. Nyomjunk egyet Expertre. Nyomjunk egyet. Most egy picit, nézzük meg egy kicsit nehezítsük, hát ha. Azt mondja, hogy szintlépés elérhető. El ne feledkezzünk róla. Jó faszítva velünk. Jött segíteni. Akkor elméletileg ide kellene most bemennünk, igaz? Hát kinyitjuk a templom ajtót. Viszont az, hogy mi lesz ide bent. Na srácok, ez lesz a holnapi zene meséje. Mert ezt így most elmentjük. És innen fogjuk folytatni legközelebb. Na legyetek jók! Akkor mi most itten kilépünk. Sziasztok!